Sziasztok! Folytatjuk kalandjainkat Eorán, Pálz, Pitert világában, méghozzá Völgyerdőben. A Hát negyedik volt. videóval. Ám egy gyógyfű. Szóval ilyet már szedtünk össze szerintem. Ja. Hopp, ez jó fog ilyen távolzás, bőrpáncél, hát az már van. Visszarakhatnám, de nem akarom. Viszont közben kiderült, hogy kapunk egy kis módosítót a két dolgot forgatunk, úgyhogy aztán maradok a buzogánynál. Egyelőre. És berakjuk a kis pajzsot. Meg berakjuk a kis pajzsot. És akkor így nem lesz sebzés, vagy pontos egy csökkentésünk. És szerintem ezt is berakom, hogy ne legyünk olyan lassúak. Oké. Okay. Továbbra is szuper a zene. Nem lehet lejjebb húzni. Vérmoha. Nem hangzik jól. Vérmoha az, ami a burjánzott elfekben nő, és homályos karmazsint idéző színére kapta a nevét. Gyakori látvány a párnasabb régóban a helyek szerint a fák tőben nyílt sebekhez hasonlít. Jó lesz majd kraftolásra. Eléggé párás az idő, és rosszad esik, mint a franc. Úgyhogy... látom, hogy másfel nem lehet menni. Ez nem is tudjuk olyan nagy pályán, The Veilwood is the first wilderness the player is introduced to in the game. Like any Infinity Engine wilderness, these areas are rife with dangers, treasures tucked away in nooks and crannies, as well as your fair share of characters with tasks or quests of their own. A lot of what we wanted to do with this wilderness was lead the player towards the Gilded Veil, using the characters they meet along the way. By giving the player the option to get involved with either the Bandit Camp or Nauten down near the south end of the map, it gives the player the impetus to explore the Gilded Veil once they arrive, now that they have acquired a few tasks to investigate. We also wanted to again reinforce the non-linearity of the game by putting those encounters off the beaten path more or less. That way, if the player wanted to beeline straight for the Gilded Veil and happened to miss these NPCs, they could get leads about them in town and come back to the wilderness later. Na, egyszerű dolgokról mesélt. Megint a tervező, hogy erről az erdőről, az első erdő, amit megalkottak, és az volt az első erdő, amit arra szántak, ugye, hogy bebarangolhassunk. Próbáltak újra a non-linearitás fele menni, hiszen nem a fő csapás van arra, ami azt hiszem körülbelül erre fele megy. Tették a legtöbb érdekes dolgot, hanem össze-vissza a térképen, hogy erre kényszerítsék valamelyest, ugye a játékos, hogy mindent felfedezzen, és hogy a felfedezés öröme még erőteljesebb legyen, és jutalmakkal járjon. Ez egy másrészt arra szolgált Völgyerdő, hogy arany, minek fordították a másikat, aranyvölgy falvával elvezessen ez az út minket, ahol majd találtunk így a csapattagokat, a kocsmában, és ha visszajöttünk ide, azokat a feladatokat megoldom, amiket egyedül nem lehet. Különböző banditáborok, romok, érdekes helyszínek, egy-két ember vár itt ránk, és fontos volt, hogy az Infinity Engine-es játékokhoz hasonlatosan ezt az erdős mezős részt is változatosan alkossák meg, és hangulattal teli. Igazából így, talán ennyi, ami ugye összességében mesélt a fejlesztő, hogy tehát a pálya tervező igazából. Na nézzük milyen erre fel. Folyaminád. Azt szerintem még nem szedtünk. Ez a magas növési nádféle rőtvadon folyének és patakének partján honos. Gyakran megrémíti az utazókat bajos utogásával, amikor a szél átfúj levelei között. Ojjaj. Ja, milyen jól néznek ki az effektek.
De hogy tudok átmenni? Erre sem van. Itt ugyanáltal nincs semmi. Ujjaj. Egy láda összetett darabjai vannak szétszóra a piszokban egy pár sáros zöldséggel együtt. Na itt van egy farkas, ezt most szépen szerintem hátba támadjuk konkrétan. Ez egy kölyök farkas, ezért sikerrel is jártunk. Beszélni sem tudok, ha hasznos volt ez a varázslat, annak ellenére, hogy nem a mi körünkbe tartozik. Simán levertem vele a farkast. Oké. Milyen támadás ez? Maró meg zúzó, ami nem egy rossz támadás típus. Hát így kéne bejárni az egész környéket. A fűbe mindig le van lapulva a kocsi kerekei mögött. Hordónyi káposzta, burgonya és tök borult ki, amiket csak úgy magukra hagytam. Itt nem vesznek észre, úgyhogy egyelőre így megyek, mert egyedül vagyok. Részgaras. Vadászi. Na, a vadászi ez azt hiszem jobb, mint a... Nem, ez ugyanolyan. 12-17. Ennyi a pálya? Érdekeztem, hogy... Valami nem megy balra, basszus. Hát... Mi a francom? Ja, mert most azokat akarja váltogatni valamiért. Ja, itt már lehet menni. Ekkora csak a pálya, azt hittem, hogy az egész képernyőt ki. Fogja tölteni. Majd csak itt letörölök egy-két mentésre. Sok lesz a jóból. Most itt mehetnénk arra, de most nem tudunk arra menni. Hopsz, ez mi? Telepes nyila. Ezek a jelenlegzetekes gombák nyílhegyeket formáznak és fatőzseken nőnek. De elvileg itt van egy... Tudtam, már van itt egy... barlang. Azt nem egyszer összeemlékszem. Ahol van egy medve, ami szerintem egyről nem fogunk tudni leverni. Elméletileg. Na, itt lesz szerintem a barlang. Add meg gyógyfű, na megint. Valahol itt lesz az a barlang. Azt a rohadt. Na, ezeket nem verjük le egyedül. Látjátok, erre jó a felfedezés, vagy a felfedezésen kívül a osonás. Na, itt a barlang. Na itt van elvileg egy medve, ami rohadt erős, lehet, hogy megpróbálom megölni egyedül ennek ellenére. Szaurip tábor. A pályázó pitanyos, több mint 77 ezer aranyagú támogatásával készültem. Később a vad állat észrevesz minket. Nézzük meg csak a... Basszus, nem nagyon megy a... fűtés most itt nálunk valamiért. Na, a farkaskölyök elég nagy reflexe, ugye varázslatot ezen ennek elére tudtam használni. Mondjuk ez érdekes. Hoppá. Issük meg, hát ha. Na, úgy látom, ez észrevett, úgyhogy ez igaz. De nem tudunk mit tenni. Ó, ennyi volt. Nem, ezt a medvét ezt nem lehet leverni. Egyedül, viszont talán. Ezt el tudom vinni. Barlangi korálla. Ez a különös vörös gomba általában nedves barlangban található üreges rácsos hasonló képződményeiket. Engedi korállal hasonlítanak, amiről a nevét is kaptak.
dinoszaurusokat még lehet, hogy is tudnám venni. Megpróbáljuk. Hát ezen semmit nem szívattam szinte. Ah, ez jó lenne. Egyik megpusztult, már valami. Többivel lesznek problematikák. Akkor nem találom el valami elég nagy problematika. Igen, még egyedül is lehetem menni ennek ellenére őket. Basszus. Megtörték. Na ilyen, nem tudom meginni ezt egyfajta, ha megtörnek. Várd le! Úgy, minden cuccam elfogyott viszont. Nem az szép volt. Akát. Szaurit nyelv. Közepes pajzs. Szaurit lánza. Hát csak nem tudom többet. Használni. Merre vitték, és nem azték, hogy olyan nagyok, hogy akár egy sárkányhárt gerincét is képészhetnék. Vívóbot, hát ez sem nekem van. Na végre, párnázott sapka, ja, hát ez is csak egy sima sapka. A kalapok sokféle formában méretben szintben asztékban készülnek a rőtvadonyok, szerény rusztikus kalapékról ismertek meg a variálékat, széles karimája, özött kust, olyakkal disztelt fejfedők jellemzik. Hát, ez se ad semmit, ez megy a levesbe konkrétan. Az itt, amit több érdekes dolog lesz, nem erre számoltam, viszont tudjuk nézni most a szaurupokat, szerintem már eléggé, hát a reflexük ezeknek is hatalmas, úgyhogy teretlen ható varázslatok például nem nagyon hatékonyak ellenik. Ezt nem tudom, miért nem ittem meg, valami mindig megszakítottak. Ez csak naponta lehet pihenésenként. Aha, hoppá, akkor pihenjünk úgyis. Van három pihenés. Ujjaj. Rossz álmot álmodtunk. Vagy nem. Már közben legalább kivilágosodott egy picit. Letörlök egy-kettőt. Nonton, te ki vagy? Észak-nyugatra a Geiran fogása délre aranyvölgy. Olyan nád. De fél nem tudok septűben szedni szét a táborhelyi gyors, görcsös mozdulatokkal. Felnéz, hogy közelít a szarc kifejezése feszült és aggódó. Üdvözöllek, mondja kis épp kipulad a dél felé tartasz, ugye? Megtörő homokát és felét fordul. Szerintem minél előbb hagyod el ezt az erdőt, annál jobb. Karámunkat megtámadták, aranyvőbe próbálok eljutni. Micsoda fek? Sajnálattal hallom. Innentől már rendben leszel. Nem téveszed el, hogy egyet az úttal tartasz, és gyalog nincs is, mester. De távol kéne tartod magad attól a helytől azok után. Engem, minket épp most támadtak meg éjszakra innen. Engem és egy barátomat. Szarvasra vadászni jöttünk ide. De egy medvét találtunk ehelyett. Egy hatalmas, szentséges teremtést. És Pearly? Nem érte túl. Megrázza a fejét. Nem tudom, mit fogok mondani a feleségének. Minden esetre az erdő már elvette egy barátomat. Hazamegyek, mielőtt még többet elvesz. Ki vagy te? A nevem nem tudom. Aranyőrben születtem és nőttem fel. Egy csepp szerencsém sem volt azóta.
De több, mint Perlinek gondolom. Mindenesetre az erdő már vette egy barátomat, hazamegyek, mielőtt még többet elvesz. Mi történt a barátoddal? Nem számítottunk rá, mondtam, hogy a kissé meg nem valahogy beszél. Egy szarvas követtünk, felről látott valamit a pozótosban, és utána mentünk, hogy lecsapjunk rá. Betévedtünk egy barlangba, és szegény Perlinek esélyesen volt. Mert már rajta volt, amikor felfogtuk, mi is történik. Feltételezem, vadállatok elveszik azt, amit akarnak. Garvin ezúttal a medvét támogatta. Mi ez az egyik isten? Hol találkoztál ezzel a medvével? Egy barlangban arra felfelé. Elfordul és szaknyit azt megmutat. Én a helyetben elmennék oda, hatalmas vadállat volt. Borzasztó lenne hallani, hogy még egy életet elvett. Viszlát. Well met, friend. Nem is megyünk. Azt gondolkozok, hogy erre főfele elmerek menni, mert ott még egy csomó ellenfél van, azt hiszem. Banditák konkrétan. De én keményleg én vagyok. Ops. Azt is nem szedtem fel. Még erre is nagyon jó az a konst, hogy jól lehet vele fedezni ezt a stövőn kívüli. De szépen megpróbáljuk megverni. Ha egyedül van, sikerül, ha nem, akkor nem. Aha, sikeres volt. Ezek a képességekkel elég jól lehet haladni most. Mit egy sisak? Kard. 16-18-ig, de ez csak átlagos. Hát ez nem ér annyit sajnos. Kis pajz, kicseréljük. Nyitott sisak. Sokfajta fejfedő létezik az alig fájlázott sapkától egészen a teljesen acélba készült sisak, akik különböző kultúrák, különböző típusú sisakot részesítenek előnyben, de a hivatásos hadsereg kívül sisak típusát, melyet az enyém is el gyakran a személyes preferenciák határozzák meg. Hát ez túl nem jó. De egyiket felhozom, már három sisakon van. Valószínűleg ezt az ivik a legjobban. Talán. Annyi ilyenünk van már, basszus. Mettünk. Ötnél többet egyben hordani, ez komoly. Az komoly. Ez mi lenne? Az átlagos 13-18. Nem, én gyorsnak vagyok a híve továbbiakban is. Na itt elvileg föl tudunk mászni. Ha jól tudom. Lehet, hogy itt is lesznek benne problematika. Ez mi? Farkas kölyök. Ajaj. Ezt lecsapjuk. Nem lehet jövőn. Örgöm, hogy itt van nem is egy. Ajaj, ezek le fognak zúzni engem. Tartok. Nézd már meg! Hát igen, ebből látok, hogy csapatra lett tervezve. Hát így. Ez megpusztult. Kár, nem tudok többször használni. Hát. Fogyott, ami megvan. Áj, nem igaz, hogy nem tudta leütni. Az jó, a pontosság az nagyon magas. Farkasról szerintem már mindent tudunk, legalábbis a farkaskölykökről, jó. Szóval már nem kapunk értük XP-t.
Kicsit meg vagyunk sebezve. Mivel ott tudunk felmászni, de azt hiszem kell hozzá valami. De azt nem szerezzük meg, addig nem tudunk csinálni semmit. Megnézzük. Ezek a bazinás falak úgy tűnik valahogy ezt az egész tisztást körbe lelték. Csak egy kis terékük maradt, és az építménytetejre vezető lépcsőkös lámlottak. Súlyos téglát csúszósak a mohától, ami akadályt jelent a mászásban, de a kövek maguk elég stabilnak tűnnek. Megfelelő eszközökkel könnyen érhető a tető. Találsz egy kapaszkodót az egyik hatalmas... Vagy a kapaszkodót az egyik hatalmas kövön, és elkezdesz felhúzni magad. Ám az egyetlen téglák és az emelkedő furaszögön megnézíti a mászást. Már egy kis táv megtétel után elkezd fájdalmasra égni a korod, és kénytelen vagy visszapadni a földre. Igen, ehhez kell valami cucc, amit meg kell valahol szerezni. De ne lassult a közésség, nincs egy közésség. Na gyorsan, tudom, az egyen lassabb vagy azt is. Most nem tudom, hogy lehet visszamenni a normálra. Na. Mindegy. Közben beesteredett már. Ez nem a mi területünk jelenleg. Azt mondtam, hogy hogy tudom visszaállítani normálra. Meg csak ilyen vagy lassú, meg... Jó, most nekem normál kéne. Most talán normálom van. Jó, hát át tovább megyünk a faluba, mert én nem tudok mit csinálni itt. Mindig este van, ahol várva megérkezünk. Aranyvölgy. Most van fönn valami, de nem érem el. Új. Igen, ez egy elég durva fa. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Wydwin's legacy. Have you ever sired a hollow-born child? Ez a falu valahogyan megoldották, hogy a védve örökségétől el legyen szigetelve, és azáltal elvileg itt nem születnek olyan gyerekeknek a lelkük hiányzik, ami egy kicsit durva dolog. An infant born without a soul, of course. Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. Azok itt vannak a fám. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. Bad cure is often worse than none at all.
What if your setting finally brought in a troll piece or a dead Audra petal to wear on your forehead? You're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Valami más kérdése, neki tudva az megkérdezni. Fontos, hogy annyi, hogy mindenki megérse a szabályánkat. Mondtam valamit ezt meg azért a holtszülöttekről és a védőerökségéről. Elfelejtettem, hogy nálatok külföldiek nincs ilyen nálatok. A holtszülöttek már majdnem 15 éve ostorozzák rőt vadont. Gyermek, akik lélek nélkül születnek. Szállalmas buta dolgok, amelyek épp, hogy csak lélegeznek, de igazából nem élnek. Van, aki szerint a holtszülés egy betegség, mások szerint az Istenek büntetése. Igazából senki nem tudja, de a szentek háború után kezdtek elterjedni, így a Védven öröksége név ragadt meg, megtisztelve ezzel azt a mocskos Isten háromló színlelőt. Értem. Lord Edric rendeletei a szigorúnak tűnhetnek, de a mi érdekeinket képviselik. Mert ideértem, láttam pár, mert egy furcsa ceremóniát végezni valamiféle romok közelében. Pontosan tekint rád, figyelned kell, hogy hol említed ezt meg. Bátorni az enviti romok területén illegális, nem is beszél arról, hogy veszélyes. Valószínűleg olyasra, akit láttál, aki valamilyen új rituálit kísérelt meg az Istenek kiselgítésére és kielégítésére. Az emberek mostanában mindent megpróbálnak. Veled kegyelmezzen mi is. Nekünk is, nem? Itt talán nekünk is kéne legyen. Talán, mint ahogy mondtam, a legjobb, ha távol tartod meg az olyan helyektől. Na, avatkozz be. Listen! Two totals. Let that be the last. Three. God's have mercy. No. Akkor mégsem sikerül. It seems your arrival is ill-timed. Most sem bizonyt aztán fejét hordítja figyelmét. Úgy látszik, rosszkor érkeztél. Three bells total, only for the death of a Radric. Feel Lord Radric's heir is lost. Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Semben sem lehetek biztos, ezt tanácsolom pihenjénél fogadom, hogy Istállóban érdekel is engem. Keresd meg utána nem sokára, többet fogok tudni. Nyász idején érkeztél hozzánk, az örökség lecsapott aranyújt szívére. Meg kell kettőznünk előfizetésénket, hogy megváltást lehessünk Berett egyében. Majd több részletet fog tudni, akkor ha megjönnek a hírnekek, talán a szülés furcsaságai, de ez nem a te dolgom. Viszont. Hát, nem lesz szerencsénk, továbbra sem. It's usually best to leave the beginning of the game for last. So this area was designed in the advanced stages of development. The idea here was to convey a rundown, bleak farmer's town that suffers from the iron rule of a local warlord. Redrick is the name. Whose hall lies nearby, and it's also its own adventure area. Here in Gildervale, it was important to give a glimpse of how bad things really were in this world right away. So I made sure to design the layout in such a way that the tree with the hanging bodies became one of the first things to appear in view when you first arrived to town. Another important building to introduce you included an inn, because you need an inn somewhere at the start of an RPG, that's just expected. Places to shop and tinker, like the blacksmith and the mill, and also places that would illuminate background history, like the ruins of the Othesian temple, which figures in the general narrative that we constructed in the area's quests and characters. Most egy új tervező mesélt arról, hogy ezt a területet hogy alkották. Megmondták, hogy néha a legjobbat érdemes a játékvezetéből a vezetésű ígére tartogatni, és ez például az a falu. Egy olyan falu, amelyet sajnos erős vasakarattal vezet annak vezetője, és amelynek erős szabályai vannak. Próbáltak egy speciális olyan falvat alkotni, amely egyedi, érdekes lehet sokak számára, mindemellett érdekes sorsok, karakterek, emberek találhatók benne. Természetesen vannak fontos épületek, elsőként gyakorlatilag a fát mondta, úgymond, hogy említette, amely reprezentálja azt, hogy milyen durva és kegyetlen ez a falu és hátonnak vezetése. Itt így elognak azok, akik használták a különböző lélekkel kapcsolatos képességeiket például. És ez innen tiltva van, főleg védelmi öröksége miatt, hogy ezt láthatátok. Aztán itt természetesen kell egy kocsma is.
amit itt valahol alant láthatunk. Méghozzá itt fekete kutya fogadó, oktraháza, elég sok van. Edél meg Alott az majd velünk lesz. Ott van menni őket. Természetesen az is fontos volt a készítőknek, hogy egy évi hangvételű falat kapjunk már elsőre is, és ezt én úgy vélem, hogy teljesítették. A kocsma nem csak amiért kellett, mert szinte egy kötelező egy utolsó játékhoz, hanem mert hogy csapatokat tudjuk verbomálni végre. Arinzel Herbogó. Arinzel Herbogó, Ritvonó vidéki tájnak egy jelenzetesség. A földmések kedvenc, akik megesik küsznek rá, némileg fokozza az erőmlétet. Azt mondja, hogy gyakran lumhának érzik magukat, ha leállnak vele. A bogót az Arinzel nevű növény gyökeréből készítik. Mert ez az arányét valami nagyon nem stimmel. Letávolít Arinzel Herbogó hatásának vége. 600 másodperc ideig. Lényeg az, hogy plusz 3 hatalmat kaptok, plusz egy mozgási sebességet, érzékeléshez kevesebb lesz, de a harcban az nem is annyira fontos. Itt azonnali a hatás, tehát ez mindig jó, nem kell vele várni. Hát ezt le is rakjuk. Tavasz bogyó. Az indák az eseményről is olyan szárazok és erősek, mint egy sáska burka. Éppen egy nem tudom tovább menni, úgy látom. Nem tudom kinek a háza. Újabb tavasz vagyunk, menjünk be a házba. Mondó vagyok. Hoppá, ez valami olyan ház, ami... Ezek így is átnak sajnos, hiába. Bújok el. Hírnevet, még az a negatív hírnevet szereztem. Nem töltjük is be. Mindenképp meglátnak, úgy látom. Patkányok szolgálnak a zsákok között. Kinyilasszal lelkek felé. Ahogy közelít a szélzelő, nőlelkének eszenciában tárolt vibráló történelmet. Hangok múltjából, mintha felét kiáltanának. Egy zsűfolt piacot látsz magad előtt. Standok sorakoznak végig az út mentén. Kofánk nagy ellennel hívgatjuk a gyerekeket, hogy vessenek egy pillantást az árujukra. Ezen ő keresztül sétál a sokaság, amely másik nővel karon fogva. Felemlik az árusok portikáját, mert erre vannak egy könyves tandán. A szavazóget vagy élő antik könyvek között is megbeszélve vállalatottakat. Egyikük felemel egy könyvet, és megmutatja a másiknak, aki néhány megjegyzés kíséretében elveszi azt tőle és visszajelzi a polcra. Aztán az első ismét kikapja a könyvet a helyéről, és gyorsan kifizeti az árat az árusnak, mert a másik visszatehetné azt. Lassan könyvekkel teli csomagokkal megrakodva távoznak a piacról, hogy mindig kényelmesen és megkíten egymásba korolva. Mikor egy kevésbé fogalmas utcán haladnak át, hirtelen egy táj találja meg a kosón azt a nőt, lapata arról az egyik épület felé gurul. A nő megtorpan és a tányra tekinti egy almára, majd az ért megdobó szemére. Az égvilágon semmi különleges nincs enne az arcán szétről a haragot és a kezéből lévő két almát kivéve. Mielőtt bármelyik nő megmozdulhatna, a férfi ismét megdobja őket az utána a másikat talál a homlokon. Valami gonyosat és gyűlöttel telít kiabál nekik valamit az örökségről és a kötelességeikről. A nő felemel a kezével tőle egy gyümölcs levét és darabjait. Az arcához dacosan tekint a férfi, az első nő összeszorítja a krét, de a másik kezét nyugtatólag társával erre teszi. A másik, hogy egy könyvet tesz elő zsákjába, és kinyitva a mellé tartja, majd motyogni kezd. Egyik kezével elereszte a könyvet, és körkörösen integetni kezd születtem, amiféle aurát vonalom a köré. Az első nő még mindig nyugtatni próbálja, de szavai siketfülekre találnak. A férfi magasról téve az előtte történeseményekre hátra húzza a kezét, és utolsó almát is elhajítja, ahogy ívesen szeri
Hát a levegőt felé, a másik nő felemelő kezét és az almára mutat. Egy izzó energiagöm száll ki a kezéből, hogy terébe találja a talmát, és felrobbantja a apró gyümölcs rabokat szorra szét a követőkébe házakra és az utcára. Férfi ábrázata hirtelen gyűlöletre félelemre vált. Láttam, azt mondta Alexik, hogy a futásra egy támadás lenne, meg fölött cselekedett. A másik nő ismét kántálásba kezd, keze elkezd izzadni. Itt kimaradt egy de. Tekintete fókuszált. És az a nő akkor eléje lép saját magát szerelembe és támadó közé helyezve, megérinti az arcát és gyengére megsimogatja, miközben nyitott a szavakat csattog. Egy csók. A nő arc kifejezése megváltozik, megnyugszik személy, elágyulnak, amik a ismét hasonlóra körülnek. Az első nő szintén elmosítik és ismét csókot lehet. Mágos söpredék, mondja meg a tükrévükű férfi, mire a két nő megfordul, hogy félelek nem ismer, szembenézőnek vele. Megindulnak fel, ismét kéz a kézben, és anélkül nem nekem mellett, egy pillantást is vetnének rám. De beszélni se tudok vele. Pedig neve van, azt hittem, hogy fontos személy. Kulcsot látsz, lányra és határozott elfelé, majd egy kísérleties kattanást hallasz, az ajtó befelé lendül. Két alak súron be bezárva mögött az ajtót, a zsákmánykeresésünk megkezdődött. A vadászat hatékony, nem sok időbe telik, mire egy jókorai íteményt szereznek meg dokumentumokból és furcsa formai bársanyzacskókból. A kezei gyorsan mozgásra tölnek meg a zsebeiket és tarisznyáinkat. Az ajtó lent kinyílik és minden megdermed, léptek, egy fáradt kuncogás. Tolvajok tágra nyílt szemmel és alig lélegezve ürítik a zsebeiket, hogy csak a szükségesek maradjanak. Minden zaj, jósat, septében kiraknak. Lentről csend, majd bizonytalan léptek hallatszódnak a lépcsőn. Egy hang szólít valakit, az egyik tolvaj előre lendül. A másik vadó mutogat, hogy marasztalja tovább, és legúl a korlátoztak mellé. Amint észrevesz a tarka cipőt meglökő a női elvágott csikája azon le. Élettelenül gördül a lenti padlóra. A másik tolvaj kánunkodó ragadja meg a testvérét és menekülnek menet közben minden értékeset összeszednek, amit csak tudnak. De lehet, hogy ez egy... vagy maga a tolvaj volt, vagy az egyik elfogójuk a tolvajoknak. Ő pedig a társa, és úgy látszik egyben élettársa is. Tehát úgy látszik a lesbikus. De ez a tulajdonságunk miatt van ez a lélek ragadás, vagy ragadás, amit ott fent kaptunk. Ezzel a kis történeteket láthatunk néhol, itt ott, ott. Ba, itt egy Isten kegyelt és egy ama, nem az ama. Az a kincstárnak. És ezt nem fogom már felolvasni. Hát ezek nem boldog történetek. Itt a kezében nő műszerint. De nem volt olyan érdekes, mint a feszítő. Mondom, mindig sötét van és nem látok rendesen, hogy most hol van mondjuk összetető tudsz. Ingroet, ha ez a... nem tudom kicsoda. Riofsör. Ez valószínűleg a csata előtt kell meginni. Igen. Nem csak akkor ezt visszaveszem, mert ilyen a csata közben akartam, de...
most ez visszara a beraktól, mit csináltál most? Azt mondja, azonnali, hát nem tudom mennyire azonnali, mert próbáltam megint ide hiába. Világosan, ha bár itt van, már ritka a világosan gazdag, hogy gyümölcs üze miatt számos rangyóval találkozhatsz, akik támogatják a további termelést. Na ez jó. Ez két védelem, ez még plusz egy, de sör védelmet biztosít, hát elszántságot növelhet. De egy védelmet is, nem logikus számomra, de biztos. Ujjaj. Tudjuk, hogy még van benga van a Trumbull. Nem leégszünk meg a morzsákkal, még te, amit elmésünk a bízoló. Valamból elkötött kiabálás hallatszik az első részek, aki belép az ajtón, kap egy nyilat a szeme közé. Istenek látják a lelkem, Slender, megdög lesz, mint egy kotya. Gyertek, fiúk, de még visszajövök, Trumbull. És akkor vagy rendes árat fizetünk, hogy a lábra mondom, megfizetsz. Hát ezeket majd leverjük, azt hiszem. Már sehol semmi. Na, ott van fent. Felszedhető cucc. Telepes nyila. Itt a valami elférfi állat, ez zömök területe. Serény munka volt az életet sejtett. Az arca száll sápadt és nyúzott személy kimerednek. Mögött egy fiatal férfi és egy nőt látsz ki, aggódva pillantanak egymással. Hogy belépsz a mondani, egy bunkosbozott ember a magasba, és fenyegetően lengeti feléd. Vissza a kedves az életed! De nem azért jöttem, hogy bárkit is bánt, csak mondanat titovázzuk, majd egy kicsit lejjebb engedni a bunkosbozott. Ki vagy te? Szóval én nem már idegen, neked is bevonnak is keresztes hadjáratába. Na jó, Ander, csak most érkeztem. Trumbull a fejét rázza, rossz idő, mint ott választottál látogatásra, aranyból, hogy minden dicsfényétől megfosztották. Már csak egy nagy trágya domb az egész, és Swain úr kiszint magát a királyának. Nyilván örültek ettől egyén. Mindjárt az a zsibajlaként. Csapatot szeret, tapasztalati pontot szerzett. Trumbull megrázza a fejét, hol is kezdjem, Swain úr hágja őket. Folytán a gabonatartalékokról beszél, azt érezti, hogy nagy készleteket rejtétek. Na, mondjuk itt most csapata kellett volna jönnöm, mert most azok nem fogják megkapni szerintem ezt. Pusztán csak eladom magamban át, nem tudom a semmiből elvarázsolni, és ingyen sem adhatom oda a népnek. Fizetek a hölgyeseknek a terményért, amit behoznak, és eladom azt, amit kérem alomból. A legjobb, így is a város nyugati felével lévő fekete kutyával kerül, sört készítenek bele. Érdekes mondom, Svénónak és Vandájának az egyáltalán nincsen annyira. Látod már a földeket a város környékén? A növények betegek. A termény tönkre ment. És amit a hölgyesektől kapok, a nagy része használhatatlan megrohadt. Nem fizettetek borsos árat valami helvetek húzáját, és jó minőségű gabonából is éppen csak annyian, ami a keresletet szűkösen kielégíti. Svénnél olyasmit követelem, hogy ez nincs semmi joga. Romanokráncia, nem az. Nézd, Svénnél mindig is egy rohadt kis fattyú volt ilyen korlátozott készletek mellett. Talán a legjavából féltettem azoknak, akik meg is érdemlik. Például Aupsának gyereket vár. Hagynom kellettne inkább őt éhezni. Tudtak a prólóságok abban a készletekről? Néhányan. Kocsmáros például. Jobb, ha nem izgatunk ezzel másokat. Úgyis hamarosan új állatmányt veszek. Ha legalább addig nyugtan tudjuk tartani a kedélyeket, akkor rendben leszünk. Kocsmáros. Én aztán nem mindig a sörbe. Csak azt mondom. Mondom a söréből. Akkor talán beszélnem kéne Svein úrral. Mondanál épp, hogy csak köszönöm. Csuklik a megkönnyebbüléstől. Nagyon hálás lennék, ha megtennéd. Rám már egyáltalán nem hallgat, de te talán több szerencsével jársz. Mondd meg neki, hogy mindnyájunkra álljál, Rude, és mindnyájunknak harcnia kell némi áldozatot. Hára kötelezem minket, ha sikerül meggyőzned őt. Gobona árról szemben. Nem tudom, ezt el lehet-e vinni. Ez a gobona avas bűzt áraszt, húha, hogy zöld fotok pettyezik. Ajaj. Viszont el tudtam vinni. Oho. Gabona. Ez maximáló képesség. Ez sem rossz.
Greetings. How do you do? Kaptunk még egy küldetést. Szóval látomást láttam a másik helyről is időről. Ezt már néztük. Amikor megérkeztél aranyvölgybe, szembesültél vele, hogy ez a város nem olyan növekvés virágzó település, mint ahogy állították. Ezzel szemben egy védve örökségének nevezett jelenségtől sújtott haldokló város találtál, és a békabírós idegen fogadott. A település reményeid aranyvölgyben nem voltak túl fényesek, és teljesen kútba is estek, miután Reddick várának lélekarangjéről híról adták. Az uraság gyereke nem született egészségesen. Az előjára azt állásolt, hogy számolgé fogadó van. Nézzük. Igen. Na itt van, feladatok. Gabonárral szemben néhány aranyvölgyi földműnes azt állítja, hogy Trumpból Molnár visszatartja a gabonát. Az érző földműnesek elégedetlenkednek, és a stáció bármelyik pillanatban elmérgesedhet. Szüntelenül meg a visszaállít Trumpból összeindul között. Azt tudom, hogy még ennél is több van, de... mindegy. Indulhat háza. Menjünk ide is. Ha itt nem voltam az előbb. Töltögetés a sok a játékban, úgyhogy negatívunként ez mindenképp. Ja, ma voltunk itt. Javár. Hát igen, hogyha talán az elrejtőzésem, akkor azokat el tudnám venni. Eddig már úgy látszik arrébb van. Ezek alapján. Hát így lehet felmenni a várba, logikus lenne. Jó, no, nem engedi kihozni még, de... az indák az esőanyag és olyan szárazok és erősek, mint egy sáskaburka. Darát harangja. Miért szereztem már? Nem. Ennek a bunyázó növénynek sötét és arany árnyalatú virágai vannak. Mind az édes illető lövek, mind a növény vagy, hogy rendkívül mérgezőek a legjobb állatok és az emberek számára egyaránt. Hát akkor ez nem nekünk való. Keleti erdő. De érdekes, nem lehet elmenni oda, ahol a főnök van. Azt mondja az ember, hogy nem lehetünk arra. Nem lehet beszélni a tehenekkel. Még jó, megaggódik azok után, ami itt történik, basszus, az a faluba. Neked a kalapács, kovács, mihely. Én nem lehet ebbe menni, aha. Nem látom, itt van fogófor. Neked a kalapács és kovács, mihely. Meg fekete kalapács, kovács, mert bocsánat. Nem és is. Dímint. Hát. Nem lehetek éppenséggel. Azt amennyi, ha vannak itt basszus. Igen. Tuatano the Smith is supposed to be in pretty good with Lord Raedric, which hopefully explains why Shaka is gigantic. I think at the time, whenever we got leave to design a new area, we tended to want to use as much of the allotted space as possible. At one point, the bellows in here were hilariously oversized, even for an Amawa. I'm a little sorry we got that fixed. Mondták, hogy minden egyes új kis résznél legyen az egy ház, próbálják kihasználni a maximális teret, amit belezolhattak.
minden próbálnak kihasználni. Az remélhetőleg, ahogy itt is a legtöbb helyen ennek sikerül is. A levegő a kóba állunk, amitől a szél még mennyesebben ízzik. Kérdés, hogy ezeket... Szóval én tudom, hogy ezt el tudom-e venni. Nem ez éppen, hogy... Ugye lopásnak minősülne. Tudatlan eladásának elszámolása. A lapok majdnem teljesen üresek. Jaj, ne. Jó, én már tudom akkor ez a lopás, az meg van. Összpontosítás és hatékonyság mindennapos állításai. Minden hibából leckét lehet kovácsolni, abidom feltámadt a romjaiból. Nincs megköszönhetetlen akadály, maga a halál sem, eddig a lélek a pillanatra összpontosít. Dolgoz, keményen dolgoz, jól, abidom csak a becsületes munkát és egyenes szolgálatot kedveli. Minden hibát jóval lehet tenni, a szándékai tiszták. Minden tudatlanságból tudást lehet kovácsolni. Tökéletesítsd mesterséged, legyél kiválogatásodban. Ne hozz szégyent mesteredre azáltal, hogy örökké tanulsz maradsz. Minden ezenének meg kell teremteni utódait. Taníts mesterséged, mindazoknak, akik tanulni vágynak, és azáltal szaporíts tudásod gyümölcseit. Minden nehézség vagy győzelem kovácsolható, küzdelmet fogadd alázattal és beletörődéssel. A csapások alatt edződjék, akaratod érce, és soha nem fogsz összetörni. Fogadd el helyedet, hajts végre választásod kötelességét, és ne üss bele az orrod pályai valói dolgaiba. Minden C vesztét a leggyengébb láncszem okozza. Minden veszteséget elővé lehet kovácsolni, jövedelmező munka gyógyír az ürességre. Ameddig mesterséged eszközeit birtoklod, mindig képes leszel újra kovácsolni a gazdaságot. Becsüld mások munkáját, és akkor a tiédet is meg fogják becsülni. Oszd meg a terményt az éhezővel és eszközeidet a szükségben lévővel. Bármelyik lelked bármivel át lehet formázni. A kemény munka nem csak az élet része, a halálban sincs nyugalom. Tökéletesítsd magad ebben, és a következő ciklusban is. Ez az óma férfi lenyűgöző testfelépítésű kimagasik a pultfüggő bőre a mély óceánok égében tömörög a karjai vaskosak, izmosak szörgetes fejét, apró fülek keretezik arcát feketet a tanulással, amelyek ezt a foltok tarkítják. Széles vigyorval az arcán közelít felé, légy időzelve egy jó idejte vagy az első új arcára felé, mit tehetek érte? Ez a te boldog az, bizony már itt vagyok, közel 20 esztendeje megéltem, én már mindenféle tezévek során jót s rosszat is. Tudom, a farmát strázzaló őrre pillanat, de a fekete kalapács kovács műhely, az felmarad. Mit vállaló? Ott tudtatok, hogy rendhagyó időben kerestél fel minket a készleteink, nem olyanok, mint régen. Azért akad itt még pár remek fegyver és páncél, mind itt készült a fekete kalapásban. Mi történt? Éppen most vettek el készleteink következő szállít, majd most közel egy hete várjuk, de még semmire. Arra kell gondolom, hogy banditek támadtak meg őket, az út kelet felé tele van velük, vagy talán munkásai léptek meg a szekérrel egy kis pénzt remélve belőle. Márha azok a semmire kell, ők léhütök mernének ilyesmit. Arra vezetne utat, talán utána nézhetnél a szekeremnek, vagy legalább a szállít majd felkutathatnád. Úgy hiszem, hogy a fekete tisztításon kell átvágniuk, az az egyetlen jó út arra felé. Rendszerint fegyvereink nagy része kegyelmes úrunkhoz, Lord Raidrickhez kerül. És ez így is van jól, viszont emiatt nem sok marad a kívülállóknak, tudni illik, nincs elég vasunk. Majd én megkeresem készleteidet. Köszönöm az ajánlatot, te visszaszerzel a készleteimet, én pedig nagyobb választékot szolgálhatok majd. Meg persze árengedményért. Ó, és ha találkozol a munkásaimmal, mondd meg nekik, hogy igyekezzenek visszafelé, vagy különben mehetnek kapálni a földekre. Hail and well met. Megmutatnád a portrégádat? Kérlek, természetesen nem nagyobb a csávó sem találsz. Én meg eladom a portrégáimat, legalábbis azokat, amik nem kellenek. Kis pajzs, hát azoknak úgysem úgyis közepest fogok adni, úgyhogy most sem van annak, mert csak egynek fogok adni ilyet. És egyelőre ezekből egyet-egyet hagyok. Ez két kezes, az nem kell, vadászi, nem kell. Pacs, hát ez nem sokat adott elég. Jobbra számítottam. Azt kell mondanom. Ehh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 
Discord. Ezt könyvet is eladjuk. Ilyen sokat adnak érte, az igen. Az igen. Könnyű páncél. Ops. Nem. Összeraktad? Nem raktam vissza szerintem. Ezeket nem fogom eladni, mert ezek még jók lehetnek. Fákját, ezt a farkasbőrt viszont adok el. És gondolkozok, mi az, ami eladandó. Látunk be mindent ide egyelőre, aztán csak ami kell, azt fogom kirakni ide. Hát az ilyet azt szerintem, vagy a számszerű ilyet azt szépen eladom. Ez mi? Ez is csak egy napló, akkor ez eladós lesz. Ezeket egyre kint hagyjuk. Oké, nézzük még egyszer. Mink van. Ezt eladom, mert lassú. Ez vágás 10-15, vágás. Ezt is eladom. Gyors. Szúrás. Ezt is. Ezt is. Ez biztos, hogy az átlagosok közül fogok választani. Vívanát. Hopp, csatabált. Sebzés sorozója van. Jól szegennek. Helyre fogom ezt választani. Ezek nincsen plusz, látjátok? Ezeknek meg van. Kéret is megy. Mi van még, amit... Ja igen, van az vadászi, hát mire lesz íjászunk, az sokára lesz, úgyhogy közepes pajzs benn marad, de azok egyre maradnak. Igen. Mennyi pénzem van? 632, hát baszta, de rohadt. Drága. Ez egész jó lenne, de hát várvédő. Nehéz számszerű. Én a dárdája. Csatai. Vannak itt jó dolgok, tüskés buzagány, de ez lassú, akkor ez nem kell. Szabja, szekerce, ezeket már én adtam el. Hopsz, vannak még más dolgok viszont. Kis pajzs, jopá, viseltes kerek pajzs. De minden plusz, na ez nem rossz, csak ez is olyan drága, nem tudom megvenni. Ezt megvenném akár. Láncfért, melvért, hát ez... Ez nem nekem, valahol nincs csak. Ez... Kepánce 7, szúrófagyás 5. Ó, ez még jobb, csak ez már 40% mondjuk. De ez is... Ez jobb, de... Ez közepes, hát nem tudom. Ez van most, ugyebár. És ezzel... Nehogy megvenj, basszus. Nem ez elgondolkodható, bár, nem olyan hú, de sokkal jobb. Jó, egyelőre még ezt nem vesszük meg. Hát ezeket nem tudom megvenni. Mi a francok ezek? Kis viszállam. Kötény csákjával. Van egy jogszerűen nehezen megközelítő barátosszor, magas falaknál, szóval egyet veszünk. Ez egyértelmű, mert ez kell ugye fesítő vas, ez is jó lehet. Még. Viszont így elfogy a pénzem, basszus. Távolozást nem veszünk, hanem van még kettő. No, akkor igazából nem is nem vettünk semmit. Ez sebzés csökkentés. Hatalom. Ez igazából azért, ez inkább baj, de inkább ezt rakom be ide. Oké. Jó, hát nincs pénzünk, úgyhogy ennyi volt. Egyelőre. És innen fogjuk folytatni a következő videót majd, ahol végre csapatot bontunk. Illetve pontosabban alkotunk. Legalábbis egy fél csapatot. Úgy csinálom tőletek, sziasztok!